A stúdióban Dorosz Dávid, az LMP és Volner János a Jobbik képviselője. Jó estét kívánok az uraknak, köszönöm szépen, hogy eljöttek hozzánk. Hajdúhatház, Gyöngyöspata, Tiszavasvári, három olyan település, amely a közelmúltban gyakorlatilag naponta szerepel a híradásokban, és három olyan település, de egyébként lehetne még a sort folytatni, ahol a cigány és a nem cigány lakosság folyamatos feszültségben él egymás mellett. Gyilkosságokról is beszélhetünk, rettegő falusiak, járőröző egyenruhások, akik ellen egyébként a belügyminiszter szót emelt, sőt azt mondta, hogy jogi lépéseket is fontolgat, hogy ne masírozhassanak ezeknek a településeknek az utcáin mindenféle egyenruhások, illetve szabadcsapatok, mert hogy ez a rendőrség feladata. De a helyzet adott, nagyon sokan félnek ezeken a településeken, és azt mondják az ott élők, hogy nekik egyébként mindegy, hogy ki segít, csak valaki védje meg őket és a javaikat, hogy biztonságban tudhassák magukat. Mit gondolnak, hogy miért alakult ki ez a helyzet? Sajnos tényleg szörnyű állapotok vannak ezeken a településeken, tehát egy élet munkájával megtermelt javakat szinte percek alatt visznek el a bűnözők, és tényleg félelemben élnek az emberek. Az a helyzet, hogy Pintér Sándor megbukott. Az a mondata teljesen hamisnak bizonyult, hogy két hét alatt rend lesz. Látható, hogy a kormány egy büntetőpolitikai lufi eregetést, látszat intézkedéseket vezetett be, és a valódi közbiztonságot nem sikerült megteremtenie. Sajnos mi azt látjuk, hogy a Jobbik ebből a szempontból követi a kormány politikáját, ugyanolyan látszat intézkedéseket tesz, a Jobbik a Pintér Sándor kottájából játszik. A valós problémákra, amelyekre valós megoldásokat kell adni, segítenünk kell ezeken az embereken, és meg kell teremtenünk azt a biztonságot, amit a falvak lakói megérdemelnek. Csak az a helyzet, hogy félelemből biztonság még soha nem született. Úgy értem, hogy azok az események, amelyek az elmúlt hetekben zajlottak, azok az a feszültségeket csak növelik. A társadalmi különbségeket és a társadalmi közösségek közti feszültségeket növelik, nem a megoldás irányába visznek, hanem különböző látszat intézkedések, amelyek kifejezetten politikai célra voltak és vannak benne a köztudatban, és az látható, hogy ezzel nem előre visszük a problémát, hanem ezzel a problémát csak mélyítjük. Ugye a kérdésem úgy hangzott, bocsánat, és innen folytatjuk majd mindjárt, de a kérdésem az úgy hangzott, hogy miért alakult ez így, vagy miért alakult ki ez a helyzet, öntől is várok egy választ, és aztán még folytatjuk, mert erre teljes választ nem kaptam még. Igen, köszönöm. Hát először is arra szeretnék utalást tenni, hogy most egy fideszes politikusnak kéne itt ülnie, nem egy liberális párt képviselőinek, ugyanis a Fidesznél van a kormányrúd. A Fidesz azonban látványosan kivonja magát a közvélemény elől az ilyen viták alul, és gyakorlatilag az történik, hogy hol az LMP, hol a Társaság a Szabadságjogok képviselője jön el a hajdúhatházi cigányokkal kapcsolatban vitatkozni, miközben a Fidesznél a kormányrúd. A Fidesz egyszerűen nem mer szint vallani a saját a saját választóinak, nem mer az emberek szemébe nézni, nem rendelkezik megoldási javaslatokkal. Mi alapvetően abban gondolkodunk, hogy egyrészt szigorra és következetességre van szükség a probléma kezelésénél. Azt látjuk, hogy önmagában a rendészeti célú fellépés az nem oldja meg a problémát, az oldaná meg a problémát, hogyha a bűnözés kiváltó okait sikerülne a politikának megszüntetnie. Erre azonban a Fidesz jelenleg nem rendelkezik programmal. A bűnözés kiváltó okai azok elsősorban a megélhetési gyermekszülés, az, hogy gyakorlatilag cigány családok százezrei tudnak anélkül megélni, hogy dolgozniuk kellene, hiszen a magyar állam a sok megszületett puja után biztosítja számukra az olyan szintű ellátást, amit vidéken nagyon sok dolgozó magyar család sem élvezhet, és gyakorlatilag elszakadt ez a cigány közösség a munkavilágától. Folytatja azt, amit természetesen, tehát ez a helyzet azért alakult ki, mert a Fidesz cserben hagyta az országot, és cserben hagyta a vidéki falvakat. Az állam kivonult ezekből a falvakból. Az igazságtalan adórendszer következtében a szegényebb emberek még rosszabbul élnek. A közmunkaprogramot lényegében teljes mértékben visszavágta a kormány. Ezzel rengeteg munkalehetőséget vett el azoktól a szegény, képzetlen emberektől, akik a vidéki lakosság jelentős részét kiteszik. Emellett pedig a rendőrség megfélemlítésével és szétverésével azt is elérték, hogy nincs valós rendőri jelenlét. Tehát nincs valós rendőri jelenlét ezeken a településeken. De azt hogy érti? Erre kíváncsi vagyok egyébként, hogy azt hogy érti, hogy a rendőrség megfélemlítésével és szétverésével. Hát ezt úgy értem, hogy beszélgethetünk, hogy... Hogy például nem hiába volt az, hogy a rendvédelmi dolgozók több ezres létszámban a Kossuth téren tüntettek múlt hét szombaton, hiszen olyan intézkedéseket vezetett be a kormány, amelyek egyezegyben
rendőrségi dolgozók megosztására és megfélemlítésére törekednek. Elmaradt a 30%-os béremelés, amit a kormány még a választási kampányban megígért. De közben most azért, hogyha mostani helyzetet nézzük, akkor a kormány azt mondja, hogy igyekszik minél több rendőrt vezényelni ezekre a helyekre. Ugyanannyi pénzből akarja a több rendőrt finanszírozni, mint a kevesebbet. Ebből könnyen belátható, hogy egy rendőrnek kevesebb fog jutni. Ez ilyen egyszerű. Igen, de ők most nincsenek itt, tehát nyilván nem fogja elmondani a kormány oldal képviselője az ő álláspontjukat. Én inkább arra lennék kíváncsi, hogy az önök javaslatai mik, hogy a helyzet megoldódjék, mert nem tudom, jártak például ezeken a településeken, amelyekről beszélünk, hogy hogyan kellene megoldani. Én például múlt héten Borsod megyében is több településen jártam, és több polgármesterrel beszélgettünk, és rendőrkapitányokkal, illetve a helyi közösségek vezetőivel, és azt látjuk, hogy a helyzet az nagyon kilátástalan. De nagy baj lehet, a Hajdú hadházi rendőrkapitányt leváltották, a gyöngyöspatai polgármester lemondott. Érdekes módon mindkét dolog most történt. Nem, az csak feltételezés, hogy ezeknek az eseményeknek a tükrében vagy következményeként, de most történt mind a két dolog. Tehát az elmúlt 10 hónapból ez teljesen egyértelműen levezethető. Tehát az elmúlt 10 hónap kormányzati politikájából a mi megoldási javaslatunk az az, hogy a valós problémákra olyan valós megoldásokat kell létrehozni, amelyek megteremtik a valós biztonságot. A lehet más a politika a helyi rendőrségek kialakítása mellett van, és ahogy már az országgyűlési programban is elmondtuk, a helyi bűncselekményeket, amelyeket 90%-ban helyiek követnek el, akkor lehet megoldani, hogyha a rendőrség jobban beilleszkedik a helyi közösségekbe, sokkal jobban ismeri a közösségeket, és a közösségeknek is nagyobb lehetősége van a rendőrségi munkába beleszólnia, és azt irányítania. De hogyan tud beilleszkedni jobban? Mert ugye ezeken a kis településeken most is a rendőr vagy a rendőrök, akik ott dolgoznak, tulajdonképpen ismernek szinte mindenkit, hát nagyon sokan ott élnek a kis településen, mégis sokszor előfordul az, hogy aki feljelentést akar tenni, és én ezt hallottam ott élőktől, feljelentést akar valaki tenni, azt mondják, hogy jaj, hát ne tartsa az udvaron a fát, vagy a színes fémet, vagy a... Jó, ez teljesen elfogadhatatlan. Viszont egy olyan központi rendszerben dolgozik. Bocsánat, csak kérdezem, hogy szükség van-e rám még a műsorban. Tehát arra szeretnék utalást tenni, hogy igen erős társadalmi beágyazódottsággal lehet csak megoldani a bűnözés problémáját. Gondoljunk csak arra, hogy másfélszer annyian írták alá Hajdúhatházon a Szebb Jövőért Polgárőr Egyesület támogató petícióját, mint amennyien elmentek szavazni tavaly áprilisban, amikor a fülkeforradalom zajlott Magyarországon. Tehát egy igen erős felhatalmazással, ahogy a kormány oldal szokta mondani, rendelkezik Hajdúhatházán a Szebb Jövőért Polgárőr Egyesület. A lakosság teljes támogatását élvezi, maga egyébként Lakatos László, a helyi cigányvajda is kiállt, és a média nyilvánossága előtt, hát sajnos nem kapott olyan nagy publicitást, megvédte a Szebb Jövőért Polgárőr Egyesületet, mert azt mondta, hogy őt is, meg a becsületes cigány embereket is, akik a magyarok között élnek és ugyanúgy dolgoznak, ugyanazt a kenyeret eszik, megnyugtatja az, hogy ez az egyesület ott van. Ehhez képest most azt látjuk, hogy a rendőrség a politikai nyomásra éppen ő él vissza az állam előszak monopóliumával, ugye közelmúltban éppen egy hete 5 polgárőrt karátlaság vágyjával előzetes letartóztatásba helyeztek, másnap természetesen a debreceni bíróság felmentette őket és szabadon bocsátotta. Ezt én értem, amit mond, de hogyha abból indulunk ki, hogy itt arról beszélgetünk, hogy a valós megoldásokat keressük, akkor azt látni, hogy a belügyminiszter viszont azt mondja, hogy van egy rendőrség, és a jogállami rendszerben nem illeszkedik az, hogy csendőrség vagy bármilyen egyéb alakulat járőrözzön, vagy eljárjon bármilyen magyarországi településen, ebből konfliktusok adódnak, akkor ez sem tekinthető valós megoldásnak. Tehát nyilván valamilyen kompromisszumra kell jutni. Egy rendkívül fals érveléssel azt mondja a belügyminiszter úr, és azt mondja a Fidesz kormány, hogy megtöri a Szebb Jövőért Polgárőr Egyesület az állam erőszak monopóliumát. Na most a Szebb Jövőért Polgárőr Egyesület egyetlen erőszakos cselekményt el nem követett, ellenben, aminek írásos bizonyítékai vannak, bűnözők tömkelegét fogta el Hajdúhatházán, Gyöngyöspatán, fatolvajokat, betörőket értek tetten és adtak át a hatóság embereinek. És utána mi történt? Egyik oldalon ezeket az embereket elzárásra ítélték, hiszen megállt náluk ez a bűncselekmény, tetten érték őket. Ezek az emberek letettek valamit az asztalra, nem hatósági vegzálást és üldözést kell nekik jutalmulatni, hanem támogatnia kell és együttműködnie kell a rendőrségnek a Szebb Jövőért Polgárőr Egyesülettel. De és mondjuk tudnak úgy dolgozni, hogy igazoltatásra például nincsen joguk? Nem is igazoltattak.
Ezt én értem, csak hogy tudnak így dolgozni? Tudnak, én értem, amit mond. Csak... Persze, hát most a legutóbbi esetek azok arról szóltak, hogy látnak valakit kiugrani az ablakon, látnak valakit átmászni egy házból távozva a kerítésen, ott a helyszínen azonnal feltartóztatják az illetőt, erre egyébként a 2006-os polgárőrtörvény lehetőséget biztosít természetesen mindenkinek, és át is adják őket a rendőrségnek, aki meg is állapítja, hogy lakásbetörés történt, fatolvajlás történt. Ezek a vidéken elterjedt és tipikusnak számító bűncselekmények fordulnak elő tömegével. Abban egyetértenek egyébként az urak, akár a belügyminiszterrel elhangzott korábban, és ígérte is, hogy több rendőr lesz az utcákon és azokon a településeken, azokon a helyeken, ahol kritikus a helyzet. Tehát, hogy ebben egyetértenek, hogy több rendőr kell, mind a mellett, hogy elmondtak alternatív megoldási javaslatokat. Én úgy gondolom, hogy nagyobb jelenlétre van szükség, de úgy is lehet más politika úgy gondolja, hogy a jelenlegi rendszerben hiába rakunk be több embert az utcára, és hiába rakunk be nagyobb állományt, és fordítunk rá több pénzt, ez a jelenlegi rendszer nem alkalmas arra, hogy ezeket a kifejezetten helyi ügyeket megoldja, hiszen egy olyan központosított, felülről irányított, nehézkes szervezettel van dolgunk, ahol nagyon sokan ülnek az íróasztalok mögött. Nem az íróasztalok mögött ülő rendőrökre van szükség, hanem az utcán, a rendőrséget mégiscsak azért tartja fönt az állam, hogy a közbiztonságot is garantálja, vagy biztosítja. Közbiztonságot is garantálja, csak a jelenlegi formájában ez a mostani kihívásoknak nem tud megfelelni. Másrésztről az elmúlt 10 hónapban egyszerűen olyan súlyos változtatások voltak a rendőrség szervezetében és a rendőrségi törvény kapcsán, amelyek az állományt elbizonytalanítják, és folyamatosan kapjuk a híreket arról, hogy lépnek ki a rendőrök. És még azért... inkább megszorításokra lesz lehetőség a kormánynak, és még jobban megszorítja az állományt, onnan inkább ki fognak lépni a rendőrök, és akkor hiába veszünk fel újakat. De akkor az azt jelenti, hogy sem az LMP, sem a Jobbik nem gondolkodik rendőrségben, tehát hogy olyanfajta megoldást tudnak elképzelni? Hogy a magyar rendőrség szervezeti átalakítása hátra van. 42 ezer fős a testület, 10 ezeren vannak a főtisztek. Rengeteg rendőr egyszerűen ül az íróasztal mögött, nagyon sokan ki sem jutnak az utcára. Ezen a helyzeten változtatni kell. Szintén egyébként ezt most rendészeti szakpolitikusként mondom, nagyon komoly elmaradása a rendőrségnek az a nyugati mintának az átvétele, mely szerint a bűnügyi egységek szakosodottan látnak el szolgáltatót, a közrendvédelmi egységek pedig területi alapon. Ez azt jelenteni, hogy szakosodnak egyes bűncselekmény típusokra, egyes elkövetői körökre, azaz ebben az esetben meg kellene nevezni a cigánybűnözés, mint gyakori elkövetési formát, jól tipizálható, sajátos jegyei vannak a cigánybűnözés által fémjelzett bűncselekményeknek, és ezekre szakosodott rendőri egységet kell felállítani. Ha szemet huny a politika, és úgy tesz, mintha ez a kérdés nem lenne, és ki sem meri mondani az Orbán Viktor miniszterelnök úr sem, illetve a Fidesz kormány egyik tagja sem ezt a szót, úgy nem lehet megoldani a problémát. Ennek a beszélgetésnek most itt a vége, uraim, köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Én is köszönjük szépen.